Jó estét kívánok! Ősrégi szokás a nagybőjt előtti farsang temetés. A kereszténység előtti hitvilág tovább élése ez a hagyomány. A tél elmúltának szimbolikus eltemetésének sok vidámsággal, álarcos felvonulással és tréfás jelenetekkel tűzdelt ünnepe. Az ősi pogány hit késői megnyilvánulásai a telet előző tűzgyújtás, a maszkok és mondókák, valamint a nagy zajjal és felfokozott vidámsággal lefolytatott ceremónia is, a farsang temetés. Vidékenként változó a rituális temetés menetrendje és a hozzá kapcsolódó népszokások. A gonosz telet általában egy felöltöztetett szalmabábú, íj és elnevezésű bábú jelképezi, aki súlyos beteg és betegségét egy úgynevezett orvos állapítja meg, majd kimúlik és kezdetét veszi a síratás, búcsúztatás, sok élcelődéssel és a falu lakóit és elöljáróit sem kímélő méltatásokkal. Ezután a tömeg utolsó útjára kíséri a telet, és a falu határában, vagy egy erre kijelölt helyen elégetik a szalmabábut, egyes helyeken koporsót. A kíséret állatokat, ördögöket és egyéb furcsa figurákat megjelenítő jelmezekben nagy hangoskodással és csörömpöléssel, énekléssel kíséri a bábut utolsó útjára. Maros-Szentgyörgyön voltunk mi is szombaton a farsang temetésen. Lássuk csak, mi is történt Maros-Szentgyörgyön. Ó, farsang, lovely day, gyere viccelődj, spune. Hey, a Máté Zsolt, fogja. Hölgyek, urak, hírek következnek. Jár a kunstirle szátelúj, szátulúj a faru hírei. Köszönjük a tévéseknek, az Erdélyi TV-nek, a City TV-nek, a Csejdi TV-nek, a Karate TV-nek, hogy élőben közvetítik az Animal Planet-es farsang temetést. A nép válaszoljon, köszönjük! Fiatalok, válaszoljanak a Despacito, jó? Köszönjük, hogy nekünk primárunk van, és nem királyunk. Mert akkor... Hallgassatok! Mert akkor koronája lenne, és vírust hozna, na most! Köszönjük, hogy a mi primárunk Bátor Csávó és Bukarestbe ment, hogy beszéljen Johannisszal és Ludovikkal, hogy nem mind tökülödjenek, bocsi, nem tökülödjenek, ne tökéletlenkedjenek, hanem hagyják a falusi primárokat dolgozni. Viszont köszönjük, hogy a Máriafi kastély mindjárt megújult, és jövőben onnan indíthatjuk a farsang temetést. Köszönjük, hogy a Dom Primáro csejde és kivezett a vizet, és ha megint jön a medve, meg tudjuk fürözteni, és utána belefullasztani. Köszönjük, hogy sok utcát leaszfaltoztak, és most már a Kári patakot, a Sós patakot és a Marost is leaszfaltozhatják. Figyelem! Köszönjük a primárnak, hogy sok szép gyereket csinált. Bocsi, nem. Hogy sok szépet csinált a gyerekeknek. Játszóteret, bölcsödét, óvodát és iskolát. Köszönjük, hogy a szemaforok lettek a főúton, és nem sokára beindulnak. És akkor már nem kell nyomjuk a didit, bocsánat, a dudát. Hanem a gombokat a szélén. Most jön a köszönjük. Oda köszönjétek! Köszönjük, hogy lesz jégkorongpálya, focipálya és bicikli út. És küldhetjük az anyósokat futni, ütni, rugni, harapni és fülben harapni.
apropó anyós. Két anyós beszélget, hogy milyen szép szürke haja van a vejednek. Erre a másik, látod, azt is nekem köszönheti. A polgármester úr, aki szép szürke haja van, de azt nekünk köszönheti, igaz? Úgyhogy megkérjük az önök kapsú közepet, hogy jöjjön közelebb, mondjon egy pár szót nekünk. Köszönjük Árpikának a sok szép szavakat, ezért kap egy frissen sült kolbászt. Köszönjük szépen, de többet ne küldjön a párton keresztül, mert felét már megette. Akkor kérem vissza a másikra. Köszönjük a gyerekek, hogy sokat táncolnak, és fognak kapni a végén cukorkát. S a nagyok fuszújkát. Az alpolgármestertől. Köszönjük a szentgyörgyieknek, hogy kijönnek farsangot ünnepelni, ezért nem kell fizessenek adót ma. De holnap igen. Az őszhajat pedig nem a szentgyörgyieknek köszönhetem, hanem az anyós vicceknek. Úgy legyen. Várok mindenkit, hogy vonuljanak fel velünk, hogy higgyék azt, hogy megint a betonfalért tüntetünk. Azt javasolták, hogy fessük rá a székelyzászlót, csak egyik napra a másikra leszedik a betonfalat. Amen! Úgyhogy aki festő, az jöjjön, a siratasszonyok pedig sírjanak. Aki pedig a legéhesebb hölgy, annak odaadom ezt a fél kolbászt. Csak így ütöttem. Ezért van négy gyereke a polgármesternek. Azt mondják, hogy farsangkor lehet viccelődni bárkivel, a polgármesterrel, a következtetnek a rendőrök, vagy a rendőrnők, úgyse értik, amit mondunk, de lehet viccelődni bárkivel, a tévésekkel is lehet viccelődni, hát ha értik a vicces, nem csak farsangkor teszik be adásba, hanem még mámó este. Itt Szentgyörgyen, ahogy beszélünk, azt a tájszólást is béteszik. Úgyhogy lehet viccelődni, a mai nap elfogadom, én most hamar hazamegyek, hogy nehogy viccelődjenek vele, csak vicceltem. De tényleg ez a lényeg, hogy a telet elűzzük, azért van ott, hogy hívják a boxa, a Ferko. DJ Ferko. A Ferko azért van ott, hogy minden rosszat rámondunk ma, hogy ő a hibás azért, hogyha még nem aszfaltoztunk le egy utcát, Ferko a hibás, hogyha szemét van, Ferko a hibás, hogy jön a medve, Ferko a hibás, hogy nem elég nagy a nyugdíjunk, Ferko a hibás. Hogy nem elég szőke a feleségem, Ferko a hibás. Minden egy Ferko a hibás, minden rosszat rámondunk, hagyomány szerint, és a végén oda visszük a kultúrháta mögé, és elégetjük. Ezzel azt jelezzük, hogy lejár a farsang, a viccelődés, a mulatás, jön egy komolyabb időszak, és jöhet a tavasz, amikor örülhetünk, és mi nekifogatunk a munkálatoknak, aminek már neki is fogtunk amúgy, már viccesen meg is jegyezték, hogy megvárhattuk volna március elejét, és csak akkor zárjuk le a Malom utcát, a Szőlőskert utcát, stb. De mi gyorsan igyekszünk, mert első akarunk lenni mindenben, mint ahogy a szentgyörgyiek is legtöbbször elsők. Köszönöm, hogy meghallgattak, jó szórakozást kívánok! Köszönjük szépen! Ahogy a polgármesterünk mondta, valaki így fogalmazott, nálajatok minden olyan szép, és új kurtúj lesz. Nagy Bika, nem a polgármester. Nagy Bika jelenet következik, a öreg fenyő csapat előadásában. Fogadjuk őket szeretettel. Nem. Halljunk szót, emberek! Mondok igazságot, nem beszél egy tréfát, hanem valóságot. Egy kis ideig legyünk türelemmel,
A farsangi vásárt megnyitom ezennek. A vásárból én is kiveszem a részem. Itt egy büszke marha. Eladásra készen. Itt a papírólat. Attól ki lemérte. A súlya. 9 mázsa. Ki a többet érte? Mit kér érte, bátya? Adok érte 100-at. Kecske volt nagyapád, ugyan meg a fecske. Adok érte 100-at. Meg tudom enni 10-et. Mit a hízet? Mit a hízott így el? Megtömték vízzel. Víz? Hát vélem, csúfokot. Nyeljen el a verem. Vég a vásárnak. Inkább fölbe verem. Köszönjük szépen az öreg fenyő csapatnak. Ó, mi gyalázatos a bika élete, mikor megöregszik, nincsen becsülete. Ütik, verik, hatják, botokkal kínozzák, kutyákkal kergetik, mészárosnak adják. 40 esztendeig szolgáltam egy gazdát, bátor bika módra viseltem az igát. Zabot sosem ettem, meg is öregettem, kukoricaszál volt legjobb eledelem. És most, kedves gazdám, te tőled búcsúzom, megnyúzásom előtt neked egyet mondok. Bikát te ne vegyél, néked szamár való, hány mészáros van, mint a tére való! Köszönjük szépen! Mondjam úgy, hogy a fenyőfának. Azt is köszönjük, hogy velünk van a menyasszony, velünk van a szomszédasszony is, Vilma néni a tökösasszony is. Nyíljon ki a fületek! Nagy eseményt hirdetek! Üzzük el a tavaszot! Üzzük el a farsangot! Indulnánk ezennel Ferkó! Ez a polgármester lökörze. Nem én fogok táncolni, a fiatalok. Fogadjuk szeretettel a kis táltosokat, tapsot nekik, bátorítsököket egy hatalmas tapsal! Gunár, Gunár, Liba, Gunár, Gunár az eleje, szabadon beszélje,
kört, nagy kört. Elvesztettem zsebkendőmet, szidott anyám érte. Megtalálta egy szép regény csokot, kívánni érte. Szabad minden, szabad csokot, szabad szappan húzni, szabad az ég alapomba. Szabad minden, szabad, 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 húzni, szabad az égen. Akkor most még egyszer rendesen, és elvesztettem, lehet segíteni? Szidott anyám érte, megtaláltam egy szép kenyőt, és szabad minden, szabad, 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 húzni, szabad az égen. Köszönjük szépen a gyerekeknek! S Máté Zsoltnak olyan csinosan pördült! Azért húzám fekete szemet, a világ
földre von közepe, az én húzom. Ez a világ semmire se jó, ha nincs benne érdekem való. Nagy a világ, te van közepem, az én rózsám. Hopp, hey, hopp! Köszönjük szépen! Amentus Spiritus, Gaudiamus Sigitus, induljunk a farsangus, vár ránk a csorgóusz. Lefordítva ez azt jelenti, hogy a Csorgó utcában a 100 fokú cigánzenekor vár ránk. Úgyhogy az első a Talicska, utána a menyasszony, a házigazda, polgármester, és így sorban. Megígérjük, hogy ma nem lesz pénzedés. Induljunk az útnak. Összegyűlt a falu népe egy gazember nézésére, aki halálra vagyon ítélve, azért vagyon padlóra téve, Szent Györgyesen máma lesz a temetése. Szerintem polícia kommunitára. Visszajöttél és béköszöntél, kiköszönve nékem, Jánzer! Közelebb, közelebb! Még közelebb, még közelebb! Majdig a polgármester beszél a amerikai tévének. Ebben az utcában mi jó emberek laknak. Hogy és kiváló táncosaink voltak, az emberek, hívtak a romaniáta rendbe, nem közülük, de nem tudtunk elmenni, mert négyen férhez mentek. Na itt megállunk Varga Gyula bácsi előtt, aki kiváló zenész. Gyula bácsi meghúzza, amit meg kell húznia. Őrsie, kicsit gágyó, de ő is jó zenész. Úgyhogy tapsolt nekik, és jöhet a tánc! Ezt meg is tették, én is viccesen próbálok beszélni, nem csak ilyenkor, máskor is. Úgyhogy örülök, hogy Marosszentgyörgyön van ilyen tevékenység. Örülök, hogy sokan csatlakoznak. Még meg. A bicikit vegyétek kellene, hogy személy kursza legyen belőle. Gyerekek, álljatok félre. Köszöntsük a tévéseket, City TV, és
Sejdi TV, Karate TV. Milyen két szép zsebes harisnyája volt neki. A két kezit tette belé. És vette ki. De milyen jól állott neki. Csináltál, hogy megmondtál, s itt hagytál. Ki fogja bédugni a csepegő likakot? Drága illés, meghódtál! Kire marod a gyalogszán? Ki viszen ki a rézoldalba? Ki húzza le a rózsaszín húgyigómat? Jaj, nem a gyalogszán. És következik a reformátusokkal, kezdjük! Körbejárok, aztán jönnek majd felsejezni is. Vigyázzatok, mert ez Aloe Vera, Forever Green Shield. Jó, megvagytok. Locsolva. Is jön az öntözés. Megkérjük szépen a zenekart! Húzzuk el neki az utolsó nótáját! Ó, lelkem, jó szomszédom! Ha tudnák, hogy milyen jó nótáskedvű ember volt, az volt az ő nótája, hogy ha meghalok, ki fog engem megsiratni? Azt húzom, amit akarsz. Cigányasszony kapott, aki füstről helyi füstről szegény. Végezetül búcsút intünk a farsangnak. Békét hagyunk a csepegő likaitoknak. Nagy bőt legyen veletek! És a telelkedve. A farsang temetés véget ért, menjetek a kultúrban a Tátos Máté Zsófiba. Szólhat a zene! Jó szórakozás mindenkinek, és ezennel! Szent Györgyiek! Lássátok! Lássátok ezt a csalót!
Mentor,